Petrus Apianus ingolstadti nyomdász nyomtatta ugye a Lázár térképünket, ami az első magyar nyelvű térkép, és az ő nyomdájának az utolsó terméke ez az asztronómiai mű, a császári asztronómia, ami 1540-ben jelent meg Ingolstadtban. Ő 5. Károly császárnak volt az udvari csillagász, a matematikusa, illetve az Ingolstadti Egyetemen is tanított, emellett kiadója és nyomdája volt. Tehát egy igazi német reneszánsz polihisztort tisztelhetünk benne. Ez a kötet azért érdekes, mert olyan asztronómiai tárcsákat tartalmaz, amivel különböző csillagászati eseményeket lehet kiszámolni. Nagyon sokféle napfogyatkozásra, holdfogyatkozásra is vannak benne tárcsák, amikkel ugyan bonyolult módon, de ki lehet számolni ezeket a kérdéseket. Még a geocentrikus világképben gondolkozott Apianus, 3 évvel utána jelent meg, ennek a kiadása után jelent meg Kopernikusnak a napközpontú világképről alkotott műve. Itt pedig az az égboltábrázolás látható, ott van kinyitva ez a mű, ami kint a lépcsőházban is látható, hogyha majd mennek kifelé, látják, hogy ebből származik az a lepel, ami a lépcső fölött van. Egyébként ez a mű szintén nagyon ritka, 2 példány van belőle összesen Magyarországon, a világon is viszonylag kevés, de a díszítettsége, már amelyik példány ilyen gyönyörűen színezett, az különösen értékessé teszi. Ez 1928-ban került a könyvtárba. Habsburg-Tesseni Ferdinánd és felesége Izabella aranylakodalma örömére ajándékozták a Nemzeti Múzeum Országos Széchenyi Országos Könyvtárának. Tehát úgy, ahogy egy Habsburg uralkodó számára készült, egy Habsburg házból származó főhercegi pár évén került a Nemzeti Múzeumban ez a nagyon értékes, nagyon különleges darab.